Híradó 8 órakor az M1-en, Hevél Lóránt vagyok, jó reggelt kívánok! Késelés volt Bécsben, ezt írja a Vienna nevű portál. Az első hírek szerint egy 22 éves afgán bevándorló egy 26 éves férfit késelt meg. Az eset a Duna-sziget fesztiválon történt, ahol az áldozat együtt szórakozott a barátnőjével. Az afgán férfi a gyanú szerint ellopta a nő táskáját és elszaladt vele. A 26 éves férfi utána ment, de amikor utolérte, akkor az afgán férfi megszúrta. Az áldozatot életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a rendőrök az afgán férfit őrizetbe vették. Kiszivárgott egy videó Olaszországban, amin az látszik, hogy hogyan dolgoznak az embercsempészek. A bevándorlókat egy nagy halászhajóval hozták, aztán csónakot tettek a vízre, amire 81 migránst tereltek át. Láthatóan ezzel a trükkel akarják elérni, hogy a bevándorlókat mégis beengedjék Olaszországba. Több embercsempészt is elfogtak ebben az ügyben. 7 embercsempészt vettek őrizetbe szombaton hajnalban az olasz hatóságok. A 6 egyiptomi és egy tunéziai férfi halászhajója ugyanis pénteken 81 migráns szállított Líbiából a dél-olaszországi partokhoz. Ezeket a felvételeket a Frontex, vagyis az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség készítette az esetről a földközi tengeren. Az látszik rajta, hogy a halászhajó megállt az olasz felségvizeken, majd vízre tett egy kisebb csónakot, ebbe több tucatnyian szálltak át. Embercsempészekről van szó, akik megpróbálták minél közelebb megközelíteni Olaszország partjait, mivel ide nem tudnak behajtani, hiszen az olasz hatóságok pásztázzák a tengert, ezért így próbálják partra juttatni az embereket. A bevándorlókkal teli csónak pénteken kötött ki Lampedusa szigetén. Bangladesből, Szíriából, Szenegálból, Algériából, Tunéziából és Líbiából származó migránsok értek így partot. Őket egy befogadó központba vitték. A halászhajó, ahogy megszabadult utasaitól, visszaindult Líbia irányába, de az olasz hatóságok hajói utolérték és feltartóztatták a csempészeket. A lefoglalt halászhajót szombaton hajnalban kísérte be Szicília egyik kikötőjébe az olasz pénzügyőrség. Szakértők szerint ez az eset is rámutat arra, hogy az embercsempészek visszatértek régi módszereikhez. Miután Líbia partjainál egyre kevesebb civil szervezet siet a migránsok segítségére, a csempészek ismét maguk szállítják az embereket Olaszország irányába. Közben az olasz kormány továbbra is mindent megtesz azért, hogy a migránsokkal teli civil hajók ne köthessenek ki partjainál. Nemrég egy új biztonsági intézkedéscsomagot is bevezettek a migráció visszaszorítására. Lampedusa közelében vesztegel jelenleg is 43 emberrel a fedélzetén a Sea-Watch 3 nevű hajó, amelynek a belügyminiszter 9 nappal ezelőtt megtiltotta, hogy az olasz vizekre menjen. Matteo Salvini pénteken ismét leszögezte, a Sea-Watch nem köthet ki, és javasolja, hogy Hollandia fogadja be a holland felségjelzésű hajót. A főszezon eddigi legnagyobb vihara csapott le tegnap a Balatonra, volt, ahol 90 km/h szelet mértek, ezért másodfokú viharjelzést adtak ki. A strandolók komolyan vették a riasztást, még azelőtt kimentek a tóból, hogy a viharzóna megérkezett volna. Az özön vízszerű eső később északra és keletre vonult tovább. Veszprém belvárosát és Tatát is elöntötte a víz, ott az autók tengelyig gázoltak a vízben. A tűzoltókat elázott épületekhez riasztották, több helyen ugyanis a rengeteg víz elöntötte a pincéket. Kintről folyott be a víz, a csatorna nem tudta elszívni, és egész udvarba hömpölygött a víz. A pincébe befolyva fél méteres víz állt, benn voltak a gépek, akkor kéziszerszámok, hűtő, illetve öntözőrendszer dolgai, teljes mértékig elázott minden az egész pincében, és az egész udvaron hömpölygött a víz, amíg ki nem érkeztek a tűzoltó kollégák. A világ másik felén Kínában is vannak áradások, a sok víz autókat sodort el, és több helyen a házakat is elöntötte. Az elárasztott részeken csónakokkal mentik a lakókat, az utcákon ugyanis térdig érő víz hömpölyög. Az áradás miatt 4 ember tűnt el eddig Kínában. Tüntetőket vettek őrizetbe egy németországi tüntetésen, miután a tömeg egy része áttörte a rendőrkordont és betört egy bánya területére. Az összecsapásokban több rendőr is megsérült. A környezetvédők évek óta tüntetnek a lignit bányánál, mert a tulajdonos kivágná a közeli erdőt. A mostani tüntetést azután hívták össze, hogy a csütörtöki EU csúcson a tagországok nem állapodtak meg a klímacélokról. Újabb túlélőt emeltek ki Kambodzsában a szombati házomlás után. Egy 7 emeletes épület omlott össze építés közben.
A tragédiában 15-en meghaltak, a romok alól eddig 40 embert mentettek ki, 30 embert pedig még mindig keresnek. Azt egyelőre nem tudni, hogy az épület miért dőlt össze. A hatóságok 4 embert vettek őrizetbe, a többi között az épület tulajdonosát és a kivitelező cégvezetőjét. Haladékot kapnak a banki ügyfelek itthon, a kormány ugyanis meghosszabbítja az adategyeztetés határidejét a tervek szerint augusztus végéig. A határidő eredetileg szerdán járt volna le, és mivel sokan még nem egyeztették az adataikat, több százezer számlát kellett volna zárolni, vagyis a halasztással az ügyfeleknek segítenek. Újabb településeken fejlesztik a bölcsödéket, a legújabb fejlesztés után további 350 gyerek kaphat bölcsödei ellátást Magyarországon. A pénzügyminiszter azt mondta, hogy eddig 3 milliárd 200 millió forintot fordítottak ilyen fejlesztésekre, amivel több mint 600 új férőhelyet hoztak létre. A kormány szerint a bölcsöde fejlesztések is szorosan kapcsolódnak a Családbarát Magyarország programhoz. Jó minőségű lesz a dinnye idén, de sokkal kevesebb lesz, mint tavaly, ezt ígérik a gazdák pár héttel a szezon előtt. A termelők ugyanakkor panaszkodnak, azt mondják, hogy a multik évek óta nagyon keveset fizetnek a dinnyéért. Két hét múlva már a boltok polcain is ott lesz a magyar dinnye. Bizakodhatunk, hogy lesz nagyon jó minőségű dinnye. Több mint 3 hektáron termel dinnyét ez az erdőteleki gazda. Slakta Gyula szerint tavalyhoz képest késik a magyar dinnye szezon. Az áprilisi hideg ugyanis lelassította a palánták fejlődését, májusban pedig túl sok eső esett, de azóta kedvező az időjárás, ezért jó termésre számít. Szerinte a hazai dinnye legkorábban 2 hét múlva érkezik a boltokba. Ami legelőször piacra került, az valószínű fekete híjú dinnye lesz egyébként. A régi, hagyományos, klasszikus retro dinnye fajtájából kifolyólag, meg ez az idén ez így sikerült, de egyébként lesz hosszú dinnye, kerek dinnye, kis dinnye, nagy dinnye, mindenfajta dinnye lesz. Magyarországon mintegy 10 000 család él dinnye termesztésből. Albert István a Fejér megyei Cece határában mintegy 10 hektáron gazdálkodik. Ez a méret, egy olyan 5-6 kilós méretek vannak, de hát ez olyan fél érettek még. Azt mondja, a dinnyének napsütésre és vízre is szüksége van. Vagyis ha marad a kánikula, akkor locsolniuk kell, ami növeli a költségeket. A termés többségét a budapesti nagybani piacon adják el. A gazda most abban bízik, hogy a tavalyi felvásárlási árat idén is megkapja. Nekem alacsony, mert ugye én termelem, de a vevőnek egy kicsit biztos magas, mert 100-120 forintos nagybani piaci ára volt tavaly a dinnyének, az azt jelenti, hogy durván 200 forint volt a vevőnek ez a dinnye. A Híradónak nyilatkozó szakértő azt mondta, július közepéig a spanyol és olasz import uralja az európai piacot. Itthon a nagyobb bevásárló központokban viszonylag olcsón 200 forintért árulják kilóját. Ledó Ferenc szerint a hazai felvásárlási árakat ez az összeg is befolyásolja, illetve az, hogy a következő hetekben hogyan alakul az időjárás. A nettó termelői ár valahol a 50 forint körül megkapja ahhoz a földszélén, hogy jövedelmező legyen a termelése. Tavaly évben koréknál sajnos ez nem volt meg, bízunk benne az idén a termelők is jobb időszezont fognak zárni. Felmérések szerint a magyarok átlagosan 15 kg dinnyét fogyasztanak évente. A termelők most úgy számolnak, hogy idén augusztus végén is lesz még magyar dinnye a boltokban. Kampány indul a magyar medgy népszerűsítéséért, a Balaton déli partján és Bács-Kiskun megyében is tartanak majd kóstolásokat összesen 25 helyszínen. Az akciónak az a célja, hogy népszerűsítse a zöldség, illetve gyümölcsfogyasztást. A kóstoltatás kedden reggel kezdődik Balatonbogláról és Kecelen. A szesztilalom hangulatát idéző bár várja a vendégeket New Yorkban. Az utcáról semmit sem látni, a kocsmába ugyanis egy titkos ajtón keresztül lehet bejutni, éppen úgy, ahogy a 20-as évek Amerikájában. Kívülről egyszerű fagylaltozónak tűnik ez az üzlet New York előkelő környékén az Upper East Side-on. És aki csak egy hűsítő, gombósznyi finomságra vágyik, az nem csalódik. Aki viszont a titkos jelszót is ismeri, és bekérezkedik a kamrába, arra már egy teljesen más világ vár. Egy 20-as évek Amerikájának hangulatát idéző rejtett bár, egy úgynevezett speakeasy. Az ilyen italozókat eredetileg az alvilág üzemeltette a szesztilalom idején, amikor csak titokban és illegálisan lehetett alkoholt fogyasztani. A speakeasy-ket elegáns vendégek, finom koktélok és jazz jellemezte. És a New York-i vendéglő ezt a környezetet szeretné újra teremteni.
Ennek jegyében például szigorú dresszkódot követelnek meg, sportos öltözékben vagy sapkában tilos a belépés. Szerettük volna, ha az emberek megtapasztalják, milyen is volt egy speakeasy a 20-as években, amikor a vendégek kiöltöztek, amikor koktélozni izgalmas volt. Nem vagyunk olyan bár, ahová a hét minden éjszakáján eljönnek, hanem csak alkalmanként. Egy bizonyos hangulatot akartunk megteremteni. Belép a vendég, Sinatra és Louis Armstrong szól a hangszórókból, elhúzza a függönyt, és olyan, mintha egy másik korba csöppent volna, mondta a tulajdonos. A szórakozó hely a New York-i életérzést is igyekszik átadni. A falakon a Metropolis híres szülötteinek képei láthatók, és a koktélok neveit is a környék ihlette. A legnépszerűbb ital a lángolva felszolgált, keleten pletykáló lányok, amelynek neve az Upper East Side-on játszódó Pletykafészek című tini sorozatra utal. A rejtett bár New Yorkban átlagosnak számító árakkal várja vendégeit. Egy koktél nagyjából $15, vagyis 4200 forintba kerül.